Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, a NeoVim, a VIM, illetve a V használatával fogunk megismerkedni, alaphasználatával, azaz azt a minimális információt szeretném átadni, lehetőleg minél rövidebben, ami nélkül nem tudsz semmit tenni a VIM-ben. Miért? Mert előfordulhat az, hogy valami megnyit egy szöveges fájlt, akár kilistáz egy szöveges fájlt, és az NVIM, VIM vagy a V szerkesztővel nyílik meg. Ilyenkor mindenki pánikba esik. Természetesen ilyenkor a legegyszerűbb az, ha ismerjük az eszközt, tehát a VI, VIM vagy a NeoVim-nek valamelyik verziója, ami a gépen van, azt hogyan csukjuk be. Ez az első gondolat, azaz valami megnyit neked valamit, azt szeretnéd becsukni. Ilyenkor a lehető legegyszerűbb módszert fogod megtenni, megnyomod az ESC gombot, ami nagyon fontos, főleg az elején, főleg kezdők számára, ilyenkor visszakerülsz, bármit csináltál közben, a normál módba, majd megnyomod a kettős pont, Q és felkiáltó jelet. Kettős pont, Q, felkiáltó jel. Ez az agresszív, kérdés nélküli kilépés. Nézzük is meg, hogyan történik. Megnyomom a kettős pontot, a Q-t és a felkiáltó jelet. A felkiáltó jelet nem feltétlen kell megnyomni, de ha véletlenül beleírtál, beletöröltél, akkor a kilépésnél kérdez tőled valamit, az nem jó. A legegyszerűbb az, hogy agresszíven megmondod, hogy lépjen ki. Kiléptünk belőle. Ennyi. Természetesen egy fáj megnyitása a NeoVim-mel, akármilyen VI klónnal úgy történik, hogy beírod, hogy V, VI, vagy NVim, NeoVim, vagy pedig egyszerűen csak annyi, hogy VIM, attól függ, mi van a gépeden, és a fáj elérési útja és a neve. Tehát meg tudsz nyitani egy szöveges szerkesztése, egy szövegfájt. Ami miért is történhet meg? Nem indul a grafikus felület, azt mondják, hogy ideírjál be 3 darab betűt, és utána már semmi problémád nem lesz. Na hát ezt szövegszerkesztő nélkül nehéz megtenni. Ha nem gondoskodtál arról, hogy valami időzőjelben emberbarátabb szövegszerkesztő kerüljön fel a gépre, például a Nano, ami grafikus felület nélkül is nagyon-nagyon szépen működik, akkor bizony nagy balhé van. Nem tudod szerkeszteni a szöveges állományodat, nem tudod a konfigurációdat megtenni olyanná, hogy az jó legyen. Ilyenkor a gépeken mindig, majdnem mindig fent van a VI-nak, a VIM-nek, vagy a NeoVim-nek valamilyen, hát klónja, verziója, vagy a 3 közül az egyik, azaz ezzel megnyitod. Nézzük is meg az alapparancsokat. ESC billentyűvel indulunk bármikor, bármi parancsot, módosító parancsot, vagy kilépési, mentési, keresési parancsot indítunk, automatikusan nyomjuk az ESC gombot, visszakerülünk normál módba. Majd pár szót ejtek a módokról is. A legfontosabbat már ismerjük, a kettős pont Q felkiáltó jelet. Ha biztos vagy benne, hogy nem szerkesztettél semmit, elhagyhatod a felkiáltó jelet, igazából semmi problémád nem lesz ebből, kettős pont Q és ki tudsz lépni. Ha pedig szerkesztettél, akkor természetesen azt menteni szeretnéd folyamatosan, szerkesztés közben mentjük a munkánkat, ami azzal történik meg, hogy kettős pont, dupla V. Szerkesztésnél mindenképp az ESC gomb lenyomása fontos, hogy a szerkesztő insert módból visszakerüljél a parancsorba, parancssori, parancs megadási normál módba, mert különben a szövegbe beírod, hogy kettős pont, dupla V, az pedig nem igazán hatásos, hogyha utána azt törölni kell, és utána kell visszalépni normál módba, hogy menteni tudjál, azaz ESC, kettős pont, dupla V. Ha pedig végeztél az egész metódussal, szerkesztetted, amit kell, megnyomod az ESC, természetesen visszalépünk normál módba, és az X gombot a kettős pont lenyomása után. Itt kell kitérnem, hogy a VI
illetve annak a klónjai egész logikusan vannak felépítve, és lehetőséget adnak a parancsok egymás utániságára. Azaz, hogyha úgy gondolod, hogy nem a kettős pont X-el szeretnél kilépni, akkor a kettős pont, azaz parancsot adok neked, mondat után beírod a dupla V-t, azaz légy szíves már lementeni ugyanebbe a fájba azt, amit szerkesztettem, utána megadod a Q-t, légy szíves kilépni, és utána megnyomod a felkiáltójelet, ezt nem muszáj, én megszoktam, hogy felkiáltójelet hozzáteszem, azaz kérdezés, agresszív kilépés, parancsal. Tehát így a parancsokat egymás utániságban meg tudod adni. A NeoVim-be és a VIM-be biztosan a VI-ba, a legegyszerűbb verzióba, nem 100%, erre nem emlékszek, mert azt nem nagyon használtam, a nagy Z kétszeri leütése, tehát Shift ZZ leütése után bizony ugyanúgy ki tudsz lépni. Itt is észre lehet venni. Van parancsmód, normál mód, amiben a parancsoknak különböző megoldásai vannak. Azaz, van, aki a 2.x, van, aki a ZZ parancsra szeret kilépni. Teljesen mindegy, azt használsz, amit szeretnél. A másik feladat az, ami nagyon fontos feladat, a mentés. 2.s, a szimpla V. Természetesen parancsmódba adjuk ki a parancsot, azaz ha insert vagy vizuál módba vagyunk, akkor az esc-et megütjük. Kezdő időszakba, megint ismétlem, az esc leütésével kezdjük a parancsok kiadását. Hogyan történik? Megnyomom az esc-et, leírom, hogy sav, és utána ideírom, hogy tttt, ő lesz a txt új neve, leenterezzük, és kiírta, hogy bizony van egy új tttt txt new fájlunk, különböző mindenféle akármivel. Oké, mondhatjátok azt, hogy hát bizony itt ez hülyeség, nem csinálta meg, nézzük meg. 2.q-val kilépünk a szerkesztőből, és ott van a txt fájl. Itt a Ranger-ben oldalt lehet látni, természetesen, hogy a szöveg megegyezik, azaz le van mentve. Elindítom a szövegszerkesztőt, Ranger-ben vagyunk, alapbeállítás az, hogy a VI-nak a VIM vagy egyéb verziójával induljon a szövegszerkesztés, ezt természetesen át lehet írni. Na, lényeg, eljutottunk odáig, hogy ki tudunk menekülni, le tudjuk menteni, és ki tudunk lépni szerkesztés után mentéssel, vagy esetleg más néven mentett fájllal a szerkesztőből, azaz az alapfunkciókat ismerjük. A navigálás. Itt kezdődik az, amitől menekülnek az emberek, de hibásan. Mert azt mondják, hogy a NeoVim-be, a VIM-be, a VI-be, VI-ba, hogy szépen mondjam, nehéz navigálni, ez hülyeség. A navigálás nem egyszerű, nem a megszokott módon, nem az egérrel navigálunk, hanem két lehetőségünk van, a NeoVim-be, illetve a VIM-be. Mindenképp bent van az a funkció, hogy a kurzorvillentyű nyomogatásával, kurzorvillentyűt nyomogatom, és ezzel navigálom, mozog a kurzor, igaz, az a kis téglalap mozog. Illetve természetesen alapesetben bármikor, bárhol, tehát a legegyszerűbb VI megvalósításba is a H, J, K, L gombbal tudsz navigálni, és nagyon gyorsan el tudsz oda léptetni, ahova szeretnél. Azaz H, J, K, L. Természetesen parancs, azaz normál módba tudsz navigálni, hiszen az irogatós insert módba a H, J, K, L lenyomásával a betű fog megjelenni. Így bizony navigálás előtt is rácsapunk a ESC billentyűre. Bal, le, fel, jobbra. Gyakorold be! Két okból kell begyakorolni. Ha más nem, a VI, a legegyszerűbb verzió fent van a gépeden. Tudsz vele navigálni. Kettő. Nagyon-nagyon sok nem grafikus, azaz terminálos program, nézegető, listázó, szerkesztő, szövegszerkesztő és egyéb használja ezt a négybetűs navigálást.
Ezt úgy hívják, hogy VI stílusú navigálás. Ezt érdemes megtanulni. Gyakorlatilag megtanulni fogsz egy szöveget, és normál módba elindulva bizony kipróbálod. Körülbelül 2 másodperc után ráérzel, hogy ezek a navigálási módszerek, amikről beszélek, hát első körben nem kényelmesek. Az biztos. Én hozzáteszem, nem kényelmesek. Megszoktuk, hogy az egeret mozgatjuk, az egérrel dolgozunk. De itt erre lehetőség nagy részt nincs, van ahol igen, de én azt mondom, hogy azért a billentyűről, ha szöveget szerkesztünk, egyszerűbb a navigálás. Azaz, kipróbálod, az első 2 perc kilódás lesz, a másik 2 perc már oda juttatja el a kurzorodat, ahova akarja, a következő pár perc alatt már rájössz, hogy ez nem is olyan ördögtől való, meg kell szokni. Oké, eljutottunk odáig, hogy tudjuk, hogy bizony ebbe a sorba szeretnénk valamit tenni. A normál mód, az a legegyszerűbb mód, ezzel indul a VIM, VI, és akármilyen, ennek klónja, ezzel indul normál mód. Normál módba parancsokat tudunk kiadni, és még egy olyan funkciót tudunk, ami nagyon-nagyon kényelmes törölni. Ha csak egy sort akarsz törölni, vagy több sort, vagy az üres sorokat, szeretnéd törölni, akkor oda navigálsz a sorra, sorhoz, és kétszer megnyomod a D betűt. Látható D betű lenyomásával, nem látjátok, de elhiszitek, hogy azt nyomtam le, eltűnt az a sor, amelyikbe állunk. Arra figyelj, a sortörés miatt a sor lehet 2 darab sorba is, tehát azért jobb, hogyha tudod, hol van a sornak a vége, mert az egész blokkot is ki tudod törölni. Lényeg számunkra, ha egy üres sort szeretnénk eltüntetni, akkor a DD lenyomásával megtehetjük. Betűket és karaktereket is tudunk tüntetni, törölni. Ez az írógépes dolog a X-el való átütéssel történik. Régen írógépnél nem tudtál a papírról lenyomtatott betűket törölni, hanem odamentünk, és X-el átütöttük, és ez jelképezte a törlés. Nagyon egyszerű. A VIM-ben, illetve a NeoVim-ben, amit én használok, a Del gomb nyomogatásával is ugyanúgy a karaktereket tünteted el, törlöd. Ez egy kényelmi funkció, hiszen mindenki megszokta, hogy nem a X-et ütlegeli, ha törölni akar, hanem a Del gombot. Kényelmes használatú. Azaz a törlési funkciókat mi meg tudjuk tenni, és hamar, gyorsan egy-egy szöveges fájlt, egy-egy konfigurációs fájlt rendbe tudunk tenni, a fölösleges hashtaggelt sorokat eltüntetjük, kommentes sorokat, a fölöslegesen beírt régi sorokat eltüntetjük, üres sorokat eltüntetjük. Erre igencsak alkalmatos a VI. Miért? Mert biztos, hogy nem írsz vele. Biztos, hogy semmit nem változtatsz meg írásképileg, csak például a sorokat törölgeted, és egy kicsit rendbe teszed a képet. Erre is alkalmas és villámgyorsan megtehető. Oké, beszélgettünk arról, hogy vannak módok. Tanuljuk meg, hogy a VI-nak, VIFM-nek, NeoVim-nek és egyéb ennek klónjainak 3 darab beállítása van, módja. A 3 darab mód úgy működik, hogy induláskor a normál módba kerülsz bele, ezt parancsmódnak is szokták hívni, itt tudsz parancsokat kiadni, 2 pont parancs, meg egyéb ilyesmi, egyszerű. Ha írni akarsz, akkor az I betűt nyomod meg, megnyomod az I betűt, alul megjelenik az insert kiírás, és utána már írogathatsz is, majd oda navigálsz, ahova akarsz, és írogathatsz is. Megnyomod az S gombot, visszakerülsz normál módba. Ennyi. Bonyolult? Nem. Insert módba tudunk írni, parancsori normál módba pedig a többi feladatot ellátni. Igen, van a vizuál mód, erre nem fogok kitérni, ezt a V betűvel tudod előkeríteni. Igazából például ilyesmire való, hogy a kurzorral fölfele léptetve bizony blokkokat ki tudsz jelölni, ennél sokkal-sokkal-sokkal többet tud, de gyakorlatilag ezt az egész hóbelebaloncot, amit kijelöltem, el tudjuk tüntetni. Hát bizony kényelmes, gyors, egy blokkot kijelölsz,
Természetesen blokkok egyéb kijelölésére, szavak kijelölésére megvan a megfelelő billentyű parancs, arra nem térek ki, de egyéb blokkot el tudsz tüntetni. Kényelmes, igaz? Navigálás. A navigálás nagyon egyszerű, mindjárt megmutatom. Egy gyors navigálást tudunk tenni akkor, hogyha megnyomjuk a GG-t, kis G, kis G, és az elejére ugrunk. Shift, megnyomjuk a G-t, végére ugrunk. Kényelmes, gyors megoldás, ennél bonyolultabb, összetettebb navigációt is tudunk elvégezni, de a szöveg elejére, végére ugrás nagyon fontos. Itt is érdemes, mint az előbb elmondott, ilyen mondatszerkesztésszerűen egymás után kiadott parancs, kettős pont, V, Q és egyéb parancs, az nagyon jó. És érdemes itt megjegyezni azt, hogy például a GG egyik irányba, a Shift G, nagy G másik irányba működik. Ez általában szokott ilyen navigálásos dolgoknál is működni. Egyik irány, másik irány váltására a Shift alkalmatos. Oké, a következő dolog, ami nagyon fontos, egy keresés. Azt mondják, hogy van jó hosszú szöveged, mondjuk egy konfigurációs fájlod, és az XYZ sorban, ami így kezdődik, hogy XYZ, kell beírni, hogy 12, és utána elindul a géped. Na hát, vagy végig lapozgatsz az egészen, hát bizony a keresést is megtanuljuk. Hogyan keresünk? Keresni, ESC lenyomása után tudunk, az ESC visszadob bennünket, akárhol vagyunk, a parancsori normál módba, és megnyomjuk a per jelet, és beírjuk, hogy itt, az itt szöveget keressük, odaugrik az első itt szöveghez, és utána, hát a NeoVim mindenképp bizony kijelöli a többit is egy megadott színnel. Ezért is érdemes feltenni, még hogyha azt mondod, hogy soha az életbe te ezzel nem fogsz foglalkozni, mert herótod van ezektől, akkor is a NeoVimet, mert ilyen kényelmi funkciókat azért beépítettek, és a VIM, összes funkciójával rendelkezik. Te szépen kijelölte nekünk, oké, nem feltétlen az első találat a számító számunkra, megnyomjuk az S gombot, meg az N-et, és látható, a következőre ugrik. Most itt van, látható, az itt, N megnyomásával következőre ugrott. Ez végig lapozgatható az összes találat. Igen ám, de nem feltétlenül jó dolog az, hogy egyik irányba megyünk, eljutunk a végére, aztán rájövünk, hogy az elsőt szeretnénk mégiscsak megváltoztatni, akkor visszaugrunk a megfelelő előbb emlegetett irányító G betűvel az elejére, és újra kezdjük a keresést. Ez nem igazán praktikus. Természetesen már tudjuk, hogy az irány módosítására, ahogy az előbb le, föl, ugrás irány módosítására, shift gomb megnyomásával van lehetőség, megnyomod a shiftet és az end, és akkor visszaugrik az előzőhöz, és utána az elejére ugrik, utána megint ugrik a következő, illetve inkább így mondom, előző találatra. Azaz, már tudjuk természetesen azt, hogy az irányt a shifttel változtatjuk meg, a keresés következő tagját, a következő találatját pedig az N betűvel tudjuk. Visszafele ennek az összetevésével történik a shift és N betű lenyomásával. Ennyi. Amit megtanultunk, el tudunk menekülni, ki tudunk menekülni a VI-szerű akármiből, akár egy nézegető is lehet ilyen VI-szerű, a kettős pont Q felkiáltó jellel. Tudjuk már menteni a szövegünket, tudunk az insert I betű mód lenyomásával, az insert módba való átlépéssel szöveget szerkeszteni. Tudunk keresni, tudjuk a szöveget menteni az adott fájlba, tudunk új fájlt ezzel a szöveggel létrehozni, azaz mentés másképpet tenni, és utána azt is megtanultuk, hogy szerkesztési mód insertből. Ezt kell lépünk be ki, insert módba ével lépünk be, illetve van egy másik mód, a vizuál, amire nem nagyon tértem ki, de azt is érdemes átnézni, amikor blokkokat, részeket egybe tudunk kijelölni, és azzal műveleteket végezni.
Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy legalább ezt a pár billentyű kombinációt próbálja ki, és használja. Mi az, ami lényeg? Pár. Kettős pont Q, felkiáltójel, kilépünk. Kettős pont V, mentünk. Kettős pont S, A, szimpla V. Új fájt hozunk létre. I betű, insert, beillesztő mód. Ezt kilépünk belőle. Perjel, keresés. G betű, különböző használata, vége, eleje. N betű, keresés, következő, nagy N, előző tagja, találata. Jelent ez gondot? És ezzel már tudsz szerkeszteni vész esetén egy szöveget, és megmented az újratelepítéstől a gépedet. Nekem megtetszett, és elég sokszor használom, még akkor is, amikor kiderült, úgyis tudjátok, jó néhány szerkesztő programot kipróbáltam, használok és szeretek, de igazából az utóbbi időben egyszerű szöveg, tehát sima szöveg szerkesztéséhez értelemszerűen a Neovint használom. Miért? Mert megszoktam ezeket a billentyű parancsokat, meg még a plusz rengeteget, amit megszerettem, és villámgyorsan tudok cserélni, keresni, módosítani valamit, és a megfelelő módszerekkel villámgyorsan tudunk dolgozni vele. Mert ez egy processzor, tehát egy munkaeszköz, amivel igazából a szöveget nem csak szerkeszteni, hanem módosítani, keresni és egyéb feladatok ellátására is alkalmas a Vim, VIM, illetve természetesen, amit szoktam ajánlgatni, a NeoVim. Köszi szépen, sziasztok!